Let's come! Keep that next time. Ivan Vasilievich! Micsodörröm! Ez aztán a meglepetés. Hogy szolgál a kedves egészség? Köszönöm, kedves. És kegyedik, hogy mit osztatnak lenni? Érdekelünk, kedvesem, meg vagyunk, lassacskán, szegényesen, és így tovább. Parancsa olyan helyet foglalni. Így van ez lesz. Nem szép dolog átműség, uram, elhagyom volni a jó szomszédokat. Ja, de miért ilyen hivatalosan lelkem? Smoking, meg fehér kesztyű, és így tovább. Tehát, hogy nem utazni készül valahol, drágaságom! Nem, csak ide kegyedikhez, ilyen tisztelt Sztyepán Sztyepánics. Minek ez a smoking? Mit, csak hivatalos újévi vizitre jönne? Az esetet itt tudnak következő. Azért jött, hogy egy kéréssel alkalmatlankodjam önnek. A múltban már nem egyszer volt szerencsém segítséget fordulni önhöz, és ön úgy mondja minden, hiszen... De megbocsásom, nagyon izgatott vagyok. Ha megengedi Sztyepán Sztyepánics, kiszol egy kis vizet. De abból nem eszik. Miről van szó, kedvesem? Tetszik tudni, tisztelt Sztyepánics, akarom mondani, engedelmet. Szóval, ön az egyetlen, aki segített előttem, bár én be kell vallanom, semmiben sem érdemeltem ki, és semmi sem szolgáltam tulajdonképpen rá, hogy a segítséget szállítsa. Aki más, drágaság? Miről van szó? Azonnal. Egy szóval, azért jöttem, hogy megkérjövett el a kedves lányodat, hogy a Sztyepánoknak kezdik! Annyi. Ivan Vasilievics. Ismételjél meg, nem jól hallottam. Van szerencsém megkérjük. Drágaságok! Hogy én mennyire örülök, és így tovább! Igen, igen, ezeket kifejezik, és így tovább, és így tovább! Régóta kihálom, hogy így történik, mindig ez volt a vágya, és én mindig úgy szerettelek téged, mint a magam gyermekét, kedves lelkem! Istenem, mind a kedvedek, egészséget, boldogság, és így tovább, és így tovább! Én pedig azt kívánom nektek, hogy te mit állok itt, mint a birka? Elvette az eszemet a szövem, egészen elvette! Szívemből, lelkemből kívánom! Megyek, felhívom Natasát, és így tovább! Számíthatok a kedves lánya beleegyezésére? Mikor számíthat, de mikor ilyen helyre legény jön érte? Külig szerelmes, annyi szent. Mindjárt aranyom, mindjárt! Ez a gyerek. Reszkedek, mint az iskolában a vizsga. Az a tűn, hogy elhatározza magát az ember. Folyton csak töpreg, tétovászik, meg csak fecseg, meg folyton az ideált, meg az igazi szerelmet keresi, akkor bizony soha sem nősülnek. Bázom. Natalia Sztyepanovna első rangból ért a háztartáshoz, művelt lány, és nem is csúnya. Kell-e nekem ennél több? Az izgalomtól már a fülem is cseng. Tovább várni a nősülésre már nem lehet. Először is már 35 éves vagyok, de hát elértem a kritikus kort. Másodszor feltétlenül szükségem van rá, hogy rendszeres, szabályos életmódot folytassak. Szívbajos vagyok. Folyton szívdobogások gyötörnek. Minden aprósnak kihoz a sodrokból, és rendszeresen felisztott. Most is például reszkedt az ajkam, és a bal szemhéjem, hogy gyakran megpattan az erecske. De legfontosabb számomra az alvás. Elég nem fekszem aludni, és kezdek elszendérülni. Itt balra hirtelen nyilvánást érzek az oldalamban. Aztán szép este a vállamban és a fejemben. Mint az őrült. Járok egy ideig fels alá a szobában, aztán újra lefekszem aludni. De alig kezdek elaludni, megint nyilvánik az oldalam, és az így megy majd hosszan egymás után! Hát maga az! A papa meg azt mondta, elégben egy kereskedő van, hogy dárulját jött. Isten hozta, Ivan Vasilievics! Adja Isten, igen, aztán megkezdtek a mondani. Bocsásson meg, hogy kötében és fonyolában fogadom éppen ő tisztítani való borsot szállítunk. Szállítani való borsot.
mások egész nap tételül ültek. Magára hány bogjára való kaszáltattam? Hát képzelje, én olyan mohó voltam a réteken, mert mind lekaszáltattam. Most akkor félek az egész színám megrohadt! Hát jobb lett volna egy kicsit várni még! Talán bálba készül. Ha köztünk maradjon magában, valóságos Dalia lett. Na, de igazán miért költözött így ki? Én elhatároztam, hogy megkérem arra, hogy hallgasson meg. Magam mindjárt csodálkozni fog, és talán meg is haragszik, hogy én... Ott van a saját házat, kiabálhat és dühöngetsz, hogy jól esik, de én? Mi nálunk? Te sem
ezt a rettentő kínos tisztelt megmesélhetem. Ne rúgtak, hogy a szeretségben alatt kikonok. Majd másképp beszéljek magának, és azt, hogy a pivajét az enyém! Milyen? Enyém! Milyen? Enyém! Milyen? A miért? Vagy az övé? A bivari csibikém a miért? Már megegyeztem, azt Csepán is csak mióta maguké? Nagynényi nagyon ezt a réteg ideiglenes haszonélvezet renget, tehát az ön nagyanyja parasztjának parasztok pedig úgy hozzászoktak, mint az övé, amikor aztán kérdezik. Engedelmet kérdél dolog, maga nyilván elfelejtik. Parasztok éppen azért nem fizettek bérte maga nagyanyjának, és így tovább, mert a bivajré abban az időben vita tárgya volt, és így tovább! Ha már minden kis kutya tudja, hogy a miénk, ahogy nyilván nem nézte meg a telekkönyvet. Én pedig be fogom bizonyítani, hogy a rét az enyém. Ezt tudja, drága barátom, be nem bizonyítja! De igen is bebizonyítom! Ki a várul? Ki a válásról ilyen semmi se lehet kérni. Nekem nem kell a magáé. De én sem hagyom a magamét. Miért is ennél? Ha már arról van szó. Bivajrétre szándékozni, követelést támasztani, és így tovább! Hát akkor már inkább a parasztok maga ajándékozóda! Ez a helyzet! Nem értem, milyen jogon akarál ajándékozni idegen tulajdon? Mihez van jogom és mihez nincs, azt maga nélkül is tudom, fiatalember! Az azonban nem vagyok hozzá, szóval, hogy ilyen hangon beszélek el! Legalább még egyszer annyi idősérő fiatalember, mint maga, elvárom, hát tessék velem nyugodt hangon beszélni! És így tovább! Egyszerűen bolondnak néztek engem, és húnyt tűztek belőle. Az én földemre azt mondják, hogy a maguk és meg azt mondják, hogy azt mondják, hogy én szégedvérem tűnjem, és nyugodtan beszélgessek magukkal. Jó szomszéd, Sztyepán Sztyepánicsért nem tesz! Maga nem szomszéd, hanem vitalom! Hogy mondta? Mit mondta? Papa! Azonnal küldj a katásokat a pivárit! Mit mondott, papa tisztelt úr? A pivárit a miénk! És a babiák minden kicsit elengedt! Majd meglátjuk! Bíró jutón be fogom bizonyítani, hogy a rét az enyém! Ha-ha! Pörösködni szándékozik, tisztelt úr, és itt tovább! Pörösködni! Mindig sárt ismertem magát. Ismerem már a maga fajtáját! Csak éppen az ürügyet felért, pörösködhessék, és így tovább! Az egész familiája mindig olyan veszekedős volt! Mindig! Mindig! Kérdezik, sértegettem családokat! A robok családnak mindig minden tagja becsületes volt, és soha senkire, mert bíróság előtt sikkasztás miatt, mint az ön nagypátja. A maga családja, mert minden tagja egyszer egy örök volt! Megtörtént! A nagyapja is számos volt! A fiatalabbik nagylénye pedig! Igen, igen, igen. Nastasia Mihályovna! Megszökött egy építészelési talál! A maga apja meg kártyás volt és hasbó! A nagynénye meg olyan plegyka pénzek volt, ami egy kevés van! Elsikottam volna. Maga pedig fel is meg nézni most! Azt hiszem, mindenki tudja, hogy a választások előtt megvásárult! Köszönöm. Ha igazság, megszerelzé gondolítom! Megszerel, megszerel, kétszívű, fondorkodó! Igen, igen, tisztelt úr, ez maga! Mert kell menni, ahol az ajtó. Azt hiszem, vége van. Az én házamba pedig beletélj többet a lábát! Csak felöljön! Majd meglátjuk, mi lesz az eredmény! Nagyon szeretek vinni. Ez! Az ember! Így bízik az ember a nyúlzom szénokban! Mi ma szalak? Mi is a madár jesztő? Valóságos tarszülő! Elveszi a mások földjét, és meg ő merítve a másokat kiragadni! És ez a szimba, madári esztő, ez a két balkezes fajankó! Merészkedik még lelkérésre gondolni, és így tovább! Hát nem felháborító! Hogy a lelkérésre? Persze, hiszen azért jött, hogy megkérje a kezedet. Hogy megkérjen? Engem? Hát miért nem mondtad előbb? Azért öltönött itt ki, ez a mérsék! Ez a kucsmagomba! Engem? Megkérni? Visszahívni! 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 Rosszul vagyok!
előbb még se hagyja a sárga felni! Szégyja, gyalázza, kikergeti! Igen, igen, szeretettel ezt szeretem! Nem igaz, te szintom, nem ér! Tudom még a végén élő felhívás! Hallgasson! 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 Hallgasson!
kocsit megérek a szájába, hogy nem. Igen, vagy nem? És még ha úgy is van, de az egész járásban nincs annál jobb vadászkutya, és így tovább, és így tovább. De azért szívatom mégis csak jobb nála, tegyek között a szívére. Nem izguli, drága barátosság, engedem meg? Ne kell adni a maga szimatának egész sor jó tulajdonsága van. Valódi vadászkutya, erős hátú, domború lapockájú, és így tovább, és így tovább. Azonban tudni akarja, kedves lelkem, van annak két lényeges fogyatékossága. Először is az, hogy túl öreg, másodszor az, hogy a mercsúnyt rövidebb, mint kellene. Bocsássak meg, megyünk a szívem. Vegyük sorra a tényeket. Legyen szabad emlékezetében idéztem a magiskolát egy jelászatot, mikor is az én szimatom fejfej mellett futott a gróf kapdejében. A maguk csüvegje viszont majdnem egy mesterére hátra maradt. Igen, hátra maradt, mert az egyik grófi ajtó rávágott az ostarába. Meg is érdemelte. Mi alatt a többi kutya a rókát üldözt, a maguk csüvegje valami birkával akart össze. Engedelmet kérem, ez nem igaz! Jut el halakban, mert ők ezért kéne szüntessük ezt a vitát. Azért már csak elmes ide kivinni, ha másod jobb kutyája van, mint neki! Úgy bizony, tisztelt úr, a sárga irítség eszi valamennyiket, maga se kivételt! Amit csak észreveszi, hogy valakinek a kutyája jobb a maga szimatánál, hát is elkezd gondolkodni ellene, hogy így, úgy, meg amúgy, meg és így tovább! Hát én már nagyon mindenre emlékszem! De én is nem emlékszem! De én is emlékszem, ugye mire emlékszik? Amiben a szívem elsípadt a lábam, nem írom tovább. Ja, hogy nem a szívem! Hát milyen vadász maga ezek után? Ott van a maga helye, nem vadászaton. Konyhára maga helye, kemence mellett melegebb is, az való magára. Nem rókát kergeti, szép dobogó! Szép kis vadász, ezzel a szép dobogással jobban teszi, ha otthon marad, mint sem, hogy a nyerekben ülve kínlódjék. És amit csak ugyan vadásznak, de a vadászt is csak azért el, hogy másokat rendek egyik és a más kutyáját bolygassa, és így tovább! Ezért én szüntessük ezt a beszélgetést! Maga egyáltalán nem vadász, ennyi az egész! Talán bizony maga vadász? Hiszen a vadászat ő is csak azért veszi részt, hogy a grófhoz dörgülözhessen és szedvét kintén kávasson! Maga vén étrékos! Mi van a tisztelt, hogy én intrékos? Felhallgasson! Étrékos, étrékos! Életen sasson! Nára csak pécsú! Itt patkány, jesújta! Sajnálatosságon belélek el egy fogolyba! Mindenki tudja magáról! Hogy vett a bajnokot, feleség! A széken meg a gazda szült a papucs alatt! Szakadozik a szívem. Leszintottam a szívem. A korom állom. Miért nem fogok? Meghalok. Orvost! Jég ilyen zöld fülült, ilyen teljes állút! Én meg vagyom, jobb. Isten, hogy se émeljek! Milyen vadász maga ezek után? Ha mit tán a lovat se tudja megölni? Papa! Mi van vele? Nézd! Papa! Ivan Vasziljevics! Hát nem volt! Mi vagy az életem? Levegőt! Levegőt! Mit tegyünk? Ivan Vasziljevics, mit tegyünk? Meghalt! Halma! Halma! Mi az, mi történt? Meghalt! Ki az meg? Én csak ugyan megfogja. Vizet! Orvos! Ferát! És kortyot! Igyék! Nem vagyok a legszerencsétlenebb ember! Ugye a golyót a fejemben, ne vágjam fel az eszeimet! Mi a várok még? Kést adjatok, kést!
így tovább. Áldásom rátok, és így tovább, és így tovább. Csak engem hagyjatok. Mi az? Mondom, hozzád megy! Nem érted? Csókoljatok be, még most is menjétek a pokolba! Ér! Csókoljátok meg egymást! Nagyon örvendek. De engedjük, miről van szó? A szépen. Szépenek a szépenben. Boldog vagyok, Natalia, szépen onnan. Én is boldog vagyok! Kövessen a szépen. De most kasztál legalább ismerjél, hogy a szimat szabad kint meg. Vissza! Megkezdődik a családi boldogság!